Legutóbb március 8-án Sziget-Szent Miklóson játszott bajnoki meccset a nyíregyházi csapat, amelynek játékosai július végóta készülnek az új idényre. Ha minden a tervek szerint alakult volna, ezen a héten már a finom hangolást kellene végezni a szakmai stábnak, ehelyett gyakorlatilag hétfőn a nulláról kellett ismét elkezdeni a munkát. Két héttel korábban ugyanis két játékos koronavírus tesztje pozitívnak bizonyult, így az egész csapat karanténba kényszerült 14 napra. Siska János vezetőedző szerint nem könnyű megbirkózni az új helyzettel. Amikor a fiúk visszajöttek a nyájszünetről, azt mondja, hogy sokkal jobb állapotban voltak, mint amikor most visszajött a karanténból. Ugye nem tudtak futni, gyakorlatilag sétálni sem, úgyhogy nagyon rossz állapotban jöttek vissza. Azon vagyunk, hogy fokozatosan visszahoz a kondíció, de nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy valami sérülés legyen belőle, úgyhogy nagyon óvatosan mennek az edzések. Most azon vagyunk, hogy visszaszerezzük azt a kondíciót, ami kell a játékhoz, illetve a mérkőzéshez. Ezért is megyünk el pénteken Tiszaújvárosba, hogy egy kicsit átnézzük, hogy hol is tartunk igazából, mint kell még változtatni. Annyira vagyunk előrébb, hogy azért a csapat már előtte edzett együtt, de hát az új játékosok is itt voltak. A figurákat tudtuk azért gyakorolni, most csak ezeket már ismételni kell. Itt mindenképpen azon lesz a hangsúly, hogy mennyire tudjuk visszanyerni a kondíciónkat. A csapat egyik rutinos játékosának számító Szobi Dániel számára is újdonság volt az, hogy a rajt előtt kellett hosszabb időszakot kihagynia. Ilyennel még nem találkoztam, nem annyira rövid pályafutásom során. Óriási kihívás, azt hiszem, ezt nyugodtan mondhatom a többiek nevébe is, hiszen elkezdtük az alapozást, letoltuk a nehezét, mint egy jó kocsi, fölmentünk egyesből, kettesbe, azt a hármasba, négyesbe, magas fordulatszámon pörögtünk, majd egyszer csak le kellett állni. Tehát, mint a satúféket nyomnánk, ugye ez nem csak a kocsiknak nem teszi jót, ez az emberi szervezetnek sem. Ez a két hét, ez nagyon megviselt szerintem mindenkit. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire megterelő tud lenni két hét mozgás nélkül. Szerintem egész életem során nem volt ilyen csecsemőkorom óta, hogy két hétig kocogni se tudtam volna, vagy esetleg gyalogolni. Úgyhogy kemény volt. A két érintett játékos számára 4 hétig tilos minden intenzív mozgás, majd kardiológiai vizsgálat után kérhetnek sportorvosi engedélyt. A többiek készülnek a bajnoki nyitányra, amely, ha nem szól közbe semmi, jövő pénteken Baján érkezik el a kék cápák számára.